Igen, ez egy vitatatlan tény, Isten mindenkinek a szívébe van, de sok karma miatt, sok szennyeződés nekünk az elmébe, nagyon sok zavarodottság van, a hullámjaink, nyugtalanak vagyunk, ezért azt a legjobb barátunkat, aki a szívünkben van, nem vagyunk képesek hallani. És azért kell járni templomba, nem csak azért, mert valamilyen száraz rituálé miatt, hogy lelki gyakorlatokat végezünk a gyakorló társainkkal, mert templom az van, hogy a társak, közösség találkozon együtt gyakoroljanak, hogy kitisztítsunk az elménket, a tudatunkat a karmától, megnyugodjon, megbéküljön, mert csak a békés elme képes látni szívébe Istent, mint a tavába. A tó, hogyha nagyon hullámzik, és fel van kavarva a homok, az iszap, akkor te nem látsz, milyen kincs van a tó fenekén. De mikor megnyugszik a víz, és leölepszik minden, akkor tiszta kristály, tiszta vízen átlátod a mélységbe. Ugyanúgy szívedben van Isten, de nem tudjuk most látni, meg kell nyugtatni a tudatokat. Ezért kell járni templomba.